A Costa del Sol égköve, sok utazási portál csak így emlegeti Marbellát. A dél-spanyolországi tengerparti várost 140 ezeren lakják, köztük rengeteg külföldi. Két hete a Blick írta meg először, hogy Orbán Viktor legidősebb lánya is ide költözött a családjával. Férjét Tiborcz Istvánt 2 éve jegyzik a 100 leggazdagabb magyar listáján, vagyonát akkor 35 milliárd forintra becsülték. Ő a legfiatalabb, érdekes, 33 évével. Én nem is emlékszem az elmúlt 18 évben, hogy ilyen fiatalon valaki bekerült volna a 100 köré. Tiborcz István az Elio ZRT-vel alapozhatta meg a vagyonát. A közvilágítás korszerűsítéssel foglalkozó cég mi alatt a miniszterelnök vejének érdekeltségébe tartozott, 17 városban nyert közbeszerzést. Az Európai Unió csalás elleni hivatala az OLAF szerint az Elios éveken át csalással jutott megbízásokhoz. Emiatt Magyarország összesen 13 milliárd forint uniós támogatásról mondott le, a beruházásokat végül az adófizetők finanszírozták. Ugyanakkor a magyar hatóságok szerint nem történt szabálytalanság. Tiborcz István ma már főleg ingatlan befektetésekkel és fejlesztésekkel foglalkozik. 3 éve bevásárolta magát Mészáros Lőrinc ingatlan hasznosítással foglalkozó holdingjába is. Mészáros Lőrinc holdingja az egy nyerté. Bárki vásárolt benne részvényt. A Fejér megyei Csapdi határában található Tiborcz tanyaként ismerté vált birtoktól viszont időközben megvált. A Magyar Hangnak azt is elárulta, hogy csak átmenetileg költöztek Spanyolországba. Egyrészt adódott néhány üzleti lehetőség, másrészt a kislányom 5 éves, jó lehetőségnek tűnt, hogy angolul és spanyolul tanuljon ő és a testvérei is, indokolta alapnak. A DK szerint Tiborcékra elszámoltatás vár a jövő évi kormányváltás után. Nagyon boldogok vagyunk, hogy nem végleg hagyták el Magyarországot. Most már csak egyetlen egy kérdés maradt, hogy hogyan térnek majd vissza önként, vagy a kiadatási egyezmény keretein belül. A Tiborcz István érdekeltségébe tartozó cég első lépésként egy 4 csillagos, 84 szobás hotelt kezdett el üzemeltetni a spanyol tengerparton, de azt is közölték, hogy további szállodák megvásárlását is tervezik Spanyolországban.